A török fejlesztésekről is tájékoztatást adott televíziónknak a Péceli polgármester. Hát gyakorlatilag 2 éve húzódó tárgyalás érkezett el, én már azt gondolom a hasznos szakaszába. Ez a törökök által történő ipari terület fejlesztés. Ez nagyjából 300 hektáros ipari parkot jelent itt a város határában. Néhány nappal ezelőtt voltunk bent a fejlesztési minisztériumban, Mikola államtitkár úrnál, aki felkészülten fogadott bennünket, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy jó indulattal kezelte ügyünket, és támogatja ennek a lehetőségnek a létrejöttét. Ezt követően intéztek nekünk egy időpontot a HIPÁ-ba, ez a Nemzeti Fejlesztési Intézet, amely kifejezetten ezekkel a kiemelt nagy beruházásokkal foglalkozik. Ott is volt egy másfél órás tárgyalásunk, szintén itt, amin részt vettek a törökök is, és a végső megállapodás az volt, hogy a Külgazdasági Minisztérium, a HIPA, a török beruházó és az önkormányzat 3-3 fővel alakít egy olyan fejlesztési csoportot, amelyik elkezdi most már a munka érdemi részét. Tehát ugye a terület kijelölés az már többé-kevésbé megtörtént, ennek megfelelően ugye a kivásárlások, kisajátítások, hát ugye ez indulattól függ, hogy kinél melyik kerül alkalmazásra, ezek beindulnak, de ezek állami szinten kell, hogy történjenek. Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egy 6-9 milliárd forint értékű ingatlan telket, vagy telek ingatlant az önkormányzat bármikor meg tud finanszírozni. Tulajdonképpen ezért húzódott ennyi ideig ez az ügy, kerestük azt a fajta támogatói rendszert, amelyiket magunk mellé állítva sikerre vihetjük ezt a beruházást. Pécel tekintetében mi a cél, tehát miért fog ez létrejönni? Hát ugye én azt gondolom, hogy ez a beruházás ez nem csak Pécelt érinti. Gyakorlatilag, mint célhely is, az úgy lett kitalálva, mehettek volna bármelyik környékbe települése. Ugye középen fekszünk az M3-as, M5-ös viszonylatában. 12 percre vagyunk a Ferihegytől, saját vasútállomással, teherpályaudvarral is rendelkezünk. És ugye az első igazán nagy ipari park az Vecsés gyár környékén van, a másik oldalon ugye az M3-as bevezető szakaszon mellett van egy ilyen, tehát itt középen a környező 8 település adhatja azt a munkaerőbázist, amire az ipari park megépülése esetén szükség van. Önkormányzat tekintetében? Hát az önkormányzat, én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból profitál belőle. Először is ugye bár nyilvánvaló, hogy az építkezés befejeztével a beruházónak, mint minden külföldi beruházónak meg lesz az az igénye, hogy adókedvezményt kapjon, vagy akár adómentességet. A mostani előzetes megállapodások szerint adókedvezményt kapna. Nincs lehetőség arra, hogy a város különböző részeit iparűzés és ingatlanadó szempontjából túlzottan megkülönböztessük, ezért ami adókedvezményt megkap a török beruházó, ugyanezt alkalmazni kell a városra is. Tehát én azt gondolom, hogy nagyságrendekkel fog visszaesni mind az iparűzési adó mértéke, mind a építményadónak a mértéke. Emellett, hogyha azt nézzük, hogy nagyon sok péceli a főváros túlsó oldalára jár dolgozni, egyáltalán nem mindegy, hogy a családunktól mennyi időt veszünk el utazásra. Sokkal szebb dolog 5-10 perc alatt beérni a munkahelyre, és ugyanennyi időt hazaérni, mint órákat eltölteni az utazással, hogyha ugyanazt a pénzt megkapjuk természetesen. Több milliárdos beruházásról beszélgetünk. Hogy kell elképzelni ezt a területet? Tehát ez hogy fog felépülni? Mivel ugyanezt megkérdezte az államtitkár úr is a török beruházótól, a török beruházó megvásárolja a kormánytól ezt a területet, tehát saját területeként kezeli, elkészíti ezen a területen, ez nagyjából ugye 3 millió négyzetméterről beszélünk, a beépíthetőségi százalék alapján 1,6-1,8 millió négyzetméter az, ahova épületek kerülhetnek. Ő elkészíti a teljes infrastruktúrát, saját szennyvíz teleppel fog rendelkezni, saját vízbázissal, saját elektromos és gázrendszerrel, tehát ez úgy meg lesz. Az egészet olyan állapotba hozza, hogy amikor jön a építeni szándékozó, akkor azt mondja, hogy tessék, itt van neked ez a 10 000 négyzetméteres terület, itt vannak a bekötési lehetőségek, lehet építeni a csarnokot, vagy megépíti ő maga és bérbe adja. Tehát ez azért még ilyen szempontból elég képlékeny. Amit tudni kell, hogy ez a török beruházó
már Európa 8 országában épített ilyen ipari parkot, és ezen kívül ugye Dubajban, az Arab Emírségekben, Szentpéterváron, tehát nem egy kezdő vállalkozásról beszélünk. Nagyjából a mostani számítások szerint ez egy 10 éves intervallum alatt 2 milliárd eurós beruházásnak ígérkezik, amit gyorsan lefordítva 600 milliárd forint. Én azt gondolom, hogy az ország történetében is egy páratlan egyszeri beruházásról beszélhetünk, és ez a végére 20-25 ezer embernek biztosítana a munka lehetőséget. Elsősorban logisztikára épülne ez az egész ipari park, hisz magam is részt vettem a törökök által kezdeményezett olyan Budapest találkozón megbeszélésen, ahol az európai logisztikai cégek 14 különböző cégnek a képviselője volt jelen, és ott aláírták ott az asztalnál azt a szándéknyilatkozatot, hogy amennyiben létrejön itt ez az ipari park, akkor ők részt kívánnak venni az itteni munkában. Ezen felül, hogyha azt nézzük, hogy most a városnak az egyik legnagyobb adófizetője ment át egy szomszéd településre, mert nem tudtunk neki ipari területet biztosítani, ez egy tendencia, tehát ez egy folyamattá válhat, mert ugye a másik is jelezte azt, hogy ipari területre lenne szüksége, mert bővíteni szeretné a vállalkozását. Ahogy az ipari park megépül, a Zajos nem városközpontba vagy városba való ilyen jellegű tevékenységeket ki lehet oda helyezni. Sokkal ideálisabb, normálisabb körülmények között lehet ott dolgozni. A BKV-val elkezdtük már a megbeszéléseket, és biztosítottak felőle, hogy nem lesz akadálya annak, hogy amennyiben ez a park megépül, akkor a buszvégállomás ott legyen, ne a Kun József utcánál. Tehát, hogyha ezt így logisztikailag szépen össze tudjuk rakni, akkor ebből egy nagyon szép és eszerű történet hozható össze. Hol található a terület, és a tényleges építkezés mikor kezdődik el? Hát ez a terület az a 31-es út Pécel felüli része, ez a Fáy tanya és környéke. Én azt gondolom, mivel ez engem is érdekelt volna, hogy egy ilyen földdel kapcsolatos eljárás a kormány segítségével mennyi idő alatt hozható létre, azt a választ kaptam, hogyha viszonylag akadálymentesen zajlik itt a földterület összerakása, ennek a 300 hektárnak az összerakása, ez nagyjából egy fél év, és akkor a különböző engedélyek, a művelési ágból történő kivonás, hisz ekkora területhez már, tehát önkormányzat szinte nem is kezdeményezhet 300 hektárnak a kivonását a mostani földtörvény szerint, tehát ez egy állami kezdeményezés. Én azt gondolom, hogy ha mostantól számolom is, nem gördítenek nagy akadályokat, és megvan a szándék, akkor egy éven belül elkezdődhetnek azok a földmunkák, amik majd ezt a területet érintik. Williams Televízió.